belőlem valaki útra vált, útra a jobbik részen. Kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre sem néztem annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részen. Belőlem valaki útra vált, és én utána néztem. Jól van, hát menjen, tűnjön el az én jobbik részem. Először úgy tűnt semmi sem, változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részem. Az óta járom nélküle a végtelen világot, s valahogy mindent nélküle más színbe látom. Hosszasan nyújtózik minden út, valahogy nincsen semmi út, minden szó eltanult, mióta útra vált a jobbik részem. Győzni sincs kedvem nélküle, énekelni sincsen, szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsen. Talán egy nő volt tán gyerek, aki belőlem elveszett, elvitte minden kedvemet, magával hűtlen ringyó jobbik részem. Az én jobbik részem. És a Farkály olvasó szerkesztő, ahogy azt egy olvasó szerkesztőtől elvárja az ember, kötelesség tudattól áthatva olvasott, mikor Zsiroska a nőköltő lippent a szobába. Megállt a helyiség közepén, egyik kezével szoknyáját köldökéig emelte, a másikkal lerántotta apró csipkebugyját. És a Farkály a traumától szabadulva ablakhoz lépett, behúzta a függönyöket, és az asztali lámpa fénysugarát Zsiroska felkínált szemérmére irányította. D. Béla, Zsiroska és a Farkály és a Hubert, ha csak tehették, együtt jártak a lélekülő gimnáziumi nap után menzára a lánykollégiumba, minden szerdán tészta, ahol a röhögcsélő egészségügyi lányok hallgatták a tánczenei koktélt, naponta mérték melbőségüket, és remélt kalandokat súgdostak egymásnak harmatosodó öllel. Hubert műanyag szappantartóba, előbb kivette a lanolinos babaszappant, frekvencia zavarót vagy mi a fenét szerelt, és a Farkály akkor már rég nem értette a fizika törvényeit. Persze a pejhes csajok nem tudták, mitől recseg a tánczenei koktél, kinyugban felváltva kapták szájukba a földelés drótját, abban bízva, hogy ifjú testük elnyeli a földelést, elnyeli a légkör recsegés hordozó ionjait, de így sem lett jobb a koncsúzsa. Másnap az igazgatónő egészséges, szocialista öntudattól vezérelve közölte: önöket el kell távolítanom az intézményből, hisz tettük felbecsülhetetlen rombolást vitt véghez a közösség rendezett életében, megingatta a tanulók kézbe vetett hitét és a kommunista fiatalok embereszményét, talajtalanná tette egy egész nemzedéket. Tejbárba jártak, kifli kakaó tejber is, otthon nem mondták el, kitaláltak ebédeket. Na mit szól, szerkesztőkém, leborotváltam, kéjelget Zsiroska. És a Farkálynak határozottan tetszett a csoda, D. Béla rémzőművész mondogatta mindig azt a tarpináját, és D. Béla rémzőművész rontott az épületbe. Tüzetesen megvizsgálta Zsiroska 42 éves szeméremtestét, és felajánlotta: fest régi szőrzete helyett újat, de most azért jött, mert kiállításához már csak egy lehel típusú jégszekrényre van szüksége, melyből előugrik a Lajkó Félix és Virtuóz hegedül. Kell még széna és lósza is, mert vesztes versenylovakat fest. Az úttörőben Vinetú őrs, míg a többiek riadólánc tervet, szifonpatron rakétát, pingponglabda, füstbombát készítettek, és a Farkály szerelmes verseket írt az iskola udvaron. Szívem gyöngyete, hű de szeretlek, úgy imádlak téged, hogy az na. Különben is ő rajzolta a legszebb T-34-es tankokat, még a körmendéjénél is szebbeket. Hazafelé jól kilőtte a Hubert szemfogát úszöges csúsztival.
és a farkály utálta az oroszt, mert a dán királyfit úgy kellett mondani Gamlet, bezzeg az a hülye Lenin az Lenin volt. Az viszont mérhetetlenül felizgatta, mikor a bandita, a Hubert és ő fölmásztak az iskola lapos tetejére, ahonnan be lehetett látni az iroda ablakán, hol is a Bukta nevű tornatanár bravúrokat hajtott végre épp a biológia tanárnő felhevő testén. Csak úgy hullottak az osztálynapok. A tetőről nem láthatták, hogy a fűtő is részese volt az élvezeteknek a folyosóról kulcsukon át, és a magas nehézségi fokozatú torna gyakorlatok hatására veszettül markolázta egyre növekvő nemi szervét. Éjjel verejték szagú asszonya gyanakodva kérdezi majd: ezeket meg hol tanultad, Géza? És Géza suta magyarázatba kezd. Zsíroska leült és a farkája szembe, szoknyája még mindig köldöke magasságában, combjai V-alakot formáltak, bugyia még mindig bokái körül. Ellentmondást nem tűrő hangon kérdezte: ugye végignézed, ahogy magas hőfokon maszturbálok, azaz önkielégítést végzek. És a farkály bólintott, elvégzendő feladatainál vélvén mindent jobbnak, és aznap fogadó órája sem volt. Bezárta hát az ajtót, visszaült íróasztala mögé, és arrébb tolt egy kézirathalmat, hogy jobban lásson, mert jobban akart látni. Hubert a henye 3 napja nem mozdult a lakásból. A bejárati ajtón tábla, táblán hevenyészve: nálad vagyok. Hűtőben sörgázol, leves. Tevékenységét Tibor Fischernek az ágyban maradás előnyeiről írott örökérvényű sorainak értelmezésére és memorizálására korlátozta, néha egy sörkanállevest. 4. nap hajnalán aztán tükör elé állt, és a tudás bizonyosságával skandálni kezdte. A lustaság igazi ajándék, a legsimább vétek. Korlátlan szabadság, ingyen van, kimeríthetetlen. A züllés hideg fúziója a leglegend. Mindenhol lehet csinálni, soha senki sem szerez róla tudomást. Minden máshoz kell valamennyi idő, ráfordítás, pénz. A lustaság, mint Isten néme ideája, ott van mindenütt. Bár az igazat megvalva, inni nem lehet az ágyban, ha csak az ember nincs infúzióra kötve. Zsiroska az ajtóból fitymálva odavetette: azért segíthettél volna, és ahogy szokott, bizonytalan időre távozott és a farkály életéből. Az olvasószerkesztő helyreállította a normális munkahelyi állapotokat, asztalinál a függöny kéziratú ajtó, és áldotta a sorsot, hogy egyedüli részese lehetett a látványnak. Bár e tekintetben később gyötörte némi kétség. Hét unokám. A
Asztalon boros pohár, a második kép, megint csak én vagyok. Csillog a pohár, szájamhoz emelem. A harmadik kép véletlen lehet, pohárba töltök, megint csak én. Ez pedig mező, épp vihar után. Vég kirándulás, négy éve lehetett. És a farkály egy elektroműszerész alaposságával turta az orrát. Gondolatai még mindig zsíroska borotvált micsodája körül időztek. A pincér letette elé a sört és beszélgetni próbált. Belekezdett kedvenc történetébe Fábián kettő tütyűről, az utolérhetetlen kosárlabda játékosról, aki első válogatott meccsének 31. percében 42 dobott pont után úgy döntött szülésszakorvos lesz és cserét kér. Vendég érkezett, s a történetét félbeszakadt. És a farkály orra rejtélyes tartalmából apró golyócskát formált, és megpróbálta az új vendég gőzölgő kávéjába lőni. Nem talált. Kortyol csöréből, és arra gondolt, vajon hogy autóstoppol a milói Vénusz, ha kedve szottyan egy újabb balatoni hétvégére. Úton lenni boldogság, megérkezni a halál. A problémát nem sikerült megnyugtatóan megoldania, úgy határozott, hát elvegyül kiválik, ahogy azt a helyzet megkívánja. Rendelt még egy sört, remélve, hogy a pincér folytatja a történetet, de ő épp egy busznyi turistára próbálta rásózni a tegnapi natúrszeletből készített brassói apró pecsenyét. Az egyik vendég megjegyezte, már a tegnapi kenyér sem a régi, mire a másik már vágta is. Én a vastag szalonnát szeretem friss lila hagymával, meg a pinát, de olyan homloka legyen, mint egy fölfordított köműves kandli. A többiek sziszegve falták az elejük lököttet, a konyhában az izzadt főszakács a kézilány hegyke segge után kapott, a lány jobban örült volna, ha ezt a pincér teszi, de nem tette, hűséges volt kis fröccseihez. És a farkály eközben úgy döntött, elvegyül. Aztán kicsit később azon töprengett, hogyan is kell elvegyülni. Talán a turisták közé és brassói kovászos uborkával, esetleg a menü, de a sors másképp rendelkezett. D. Béla rontott az étterembe, lehuppant s izgatottan kérdezte, hallottál már dr. Fábián kettő tütyűről, az egykori legendás kosarasról, aki első válogatott meccsének 31. percében 42 dobott pont után cserét kért, mert úgy döntött szülésszakorvos lesz? És a farkály bólintott, de D. Béla válaszán várva folytatta. Tudtad, hogy Zsiroska nála szült 18 évvel ezelőtt is nem adott hálapénzt? A kérdezett nem tudta, ám ez csöppet sem zavarta a kérdezőt, s folytatta. Hát tegnap a Zsiroska kapott a doktortól egy levelet. Azt írja, köszönjük, jól van, és a jövő héten új lakásba költözik. Elnézést kért a hosszú hallgatásért, de hát a beilleszkedés meg az ikerszülések. Küldött egy légi felvételt is, melyen egy uszoda elmosódott körvonalai látszottak, és tintaceruzával egy X-szerű X. Elült a déli roham, és D. Béla is távozott. És a farkály magára maradt. A pincér látva magányát hozott egy újabb sört, és folytatta a történetet. Tudja, 18 évvel ezelőtt ez a Fábián kettő tyütyű levezette egy nőköltő első szülését, a gyermek farfekvéses volt, és nem kapott hálapénzt. Azóta a doktor jól van, uszodába jár, a jövő héten új lakásba költözik, és gyűjti a gyűjtők telefonszámait. És a farkány, míg számlájára várt, ízlelgette a szót. Tolomfájás. Tolomfájás. Drágomban turkált, és annyit mondott kurtán, mi majd jó.
volt este, 10 körül, hogy elment, kérem szépen, mire magamhoz tértem, az utolsó vonaton. És eltűnt minden pénzem, a fésüm, és a képen melyen az asszonyi, egy csókot dob felé. Után is pénztelen, és nem tudom, mit tegyek. Mesélj nekem az átlőtt szívű emberről, mondta merészen. Mese az átlőtt szívű emberről. Az átlőtt szívű ember már 3 hónapja nem aludt, nem evett, nem ivott, néha sört decik evett, és nem ürített, csak üzte őt a rettegés. Az első héten találkozott dr. Ingo Árnyal, az utolsó utáni mohikánnal, aki csak annyit tudott sápadt arcul, hogy fizess még egy pálinkát, és indiánul egyáltalán nem is beszélt, de szívesen meghallgatta, miként fütyül az átlőtt szívű ember átlőtt szívén át a szél, és mivel nem tudta mondani, gondolt róla valami meglepőt. A következő héten egy drogistával hozta össze a sorsa, és bár ő a nőket szerette, azért eltöltött néhány órát a fürdőkád forró fürdővizében, mert azt elfelejtette mondani, hogy az átlőtt szívű ember nem csak, hogy nem aludt, nem evett, nem ivott, néha sörpecik evett, nem ürített és üzte őt a rettegés, de nem is tisztálkodott. A következő hét azzal telt, hogy vásárolt egy szimpatikus jufacsemetét, elültette, megöntözte, és mellé állt, hogy legalább első napjai ne legyenek magányosak. Hosszasan beszélt neki arról, hová vetül glóbuszunk árnyéka, mert szerinte ezzel egy diófának tisztában kell lennie, mielőtt rárontanak a diófa nyűvőjével. Aztán 7 nap, 7 éjszaka nem történt semmi. Azaz, pontosabban a semmi történt. Nem úgy az 5. héten, mikor is megtanult korizni, elméletileg. Gyakorlatilag már tudott, de a gyakorlat elmélet nélkül, és fordítva elmélet nélkül a gyakorlat mit sem. A könyvből, melyből új ismereteit merítette, egy valamikori világ, vagy Európa bajnoki helyezetlen magyarázott, tanácsolt, ábrázolt és mosolygott a páratlan oldalakon, míg a párosokban a felhasznált irodalom címjegyzéke volt olvasható. Így hát nem is csoda, hogy a hétvégére az átlőtt szívű ember úgy érezte, minden tud már a korcsolyázásról, és tovább állt, azaz rettegett. Már 6 hete hányogott célta, amikor szembe jött vele 2 vesztes háború, és arra kérték, dönteni el, melyikük volt a nagyobb veszteség. Az átlőtt szívű ember, akit hívhatnánk akár Gálnak is, hiányos ismereteire hagyatkozva mondta, a legnagyobb veszteség 2 között található, de keressenek inkább egy győztes háborút, ha van ilyen. A 7. héten Tompánál ráköszöntek a 3 királyok, és faggatták, hogy jutnak Betlehembe. Határidő naplóját lapozgatva förmet rájuk, megkéstetek, fiúk! Összedugták erre fejüket a 3 királyok, hogy mit kezdjenek már most mirhával, tömjénnel, arannyal és a történelemmel, de nem jutottak döntésre. Az elkövetkezendő 5 hét alatt találkozott 4 nagy gyilokkal, akik több eszámukon vitáztak, az ünnepelben kötelező volt és 6 fontos emberrel, a nagy kulturális forradalommal, egy garatmandula gyulladással és Kiskovács Ernőnével a 4. Látta, hogy a múlt helyet cserél, de az a szép nagy rettegés nem hagyta, hűzte egyre. Így érkezett el az a szerdai nap, melyről ez a mese szól. Az átlőtt szívű ember, mert nagyon álmos volt, már úgy döntött, nem menekül tovább, párbeszédre hívja a rettegést. De amaz eszelősen ordította, azt már nem, mert félek nagyon. Az átlőtt szívű ember csalódottan legyintett, és átértékelte a dolgokat. Az Eszter lányka félbeszakította itt a neki erődés a farkáját,
s csipetnyi csípejét ingatva csicseri gyerek hangján énekelni kezdett. A fűfa levél, hogyha hazatér, folyók zöldül neked. Az olvasó szerkesztő döbbenten hallgatta a 30 év előtti dalt, és elképzelni sem tudta, honnan ismerheti a lányka. A lányka azonban és a farkányként teljeivől semmit sem sejtett, így hát tovább énekel. Azért, hogy a rövid időre nem volt kiszolgálása, hogy tudom.